If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight. Szia, szia! Közöllek itt Kalifornia utcáin sorozatban. És akkor induljunk is el. És kötöm magamat. Kösd is be, mert így van, nehogy egy nagy vetlen rendőr megbüntessen minket. Így van, ja. Így van. Szerencsé, hogy van egy jelvényem. Tényleg, akkor azt mutasd már is be, kíváncsi, hogy milyen is egy jelvény, ha... Uh-huh. Aha, detektív, hát nem is akármilyen, aha, tehát hogy lássátok, egy igazi detektív a Kaszol és a Monk Petrocellinek a utódjával találkozunk most. Valószínűleg nagyon érdekes beszélgetés lesz, az egész életét kivesézzük majd most. Egyáltalán hogyan kerültél ki ide Amerikába? És mivel foglalkoztál, mikor ide kerültél? 3 éves koromban kezdtem el karatézni. Igazából arra lehet mindent visszavezetni. És először csak karatézgattam, aztán utána elmentem versenyekre. Egy-két kisebb versenyt megnyertem, és akkor ez mindig nagyobb lett, és 1997-ben Las Vegasban rendezték meg a világbajnokságot, ahova kiutaztam, és megnyertem. És igazából akkor döntöttem el, hogy én mindenféleképpen ki szeretnék jönni, és itt tevékenykedni is voltak az életemet tovább. Utána meghívott az Amerikai Karate Szövetség, és rajtuk keresztül én rögtön megkaptam a zöld kártyát is, aztán az állampolgárságot, és így indult el a karrierem. Mi vonzott téged itt egyébként, hogy Amerikában vagy? Mi volt a vonzó Amerikában? Két dolog. Az első az az, hogy én mindenféleképpen színész szeretnék lenni, illetve szerettem volna lenni. Most már hála Istennek azt mondhatom, hogy ez beindult. A másik pedig nagyon vonzott a rendőrség, az amerikai rendőrség. Hát akkor gyakorlatilag ott is vagyunk, ugye, amit már nagyon vártam, hogy beszélgethessünk erről, hogy hogyan lettél ugye a sport után gyakorlatilag rendőr nyomozó? Ez egy nagyon hosszú út volt. Először Los Angelesben dolgoztam a sheriff department, a sheriffnél, Los Angeles-i sheriffnél, és a feleségem kapott egy nagyon jó üzleti lehetőséget, hogy Albuquerque-be dolgozzon, és akkor mondtam neki, hogy rendben van, hogyha engem ott felvesznek, akkor költözünk át. Na most Amerikában az, hogy rendőr legyél, ahhoz kell, hogy legyen főiskolai végzettséged, vagy pedig kell, hogy legyen 60 kreditórád, és akkor utána van egy 12 lépcsős felvételi sorozat, és utána pedig van egy 7 hónapos rendőrakadémia, ami nem olyan, mint a rendőrakadémia film. Nem olyan. Itt vértizzadsz, itt megaláznak, itt leépítenek, aztán felépítenek, és igazából a rendőri pályafutásom az így kezdődött el. Nem voltam sokat az utcán, mert én nem is szerettem volna az utcán lenni, tehát én mindig is nyomozó szerettem volna lenni. És végül is szerencsém volt, mert volt egy olyan csoport, aki felvételt hirdetett a rendőrségen belül, én pedig nagyon elkezdtem rá tanulni, a saját időmben oda mentem, heteken keresztül ott voltam, tehát hogy mit tudom, dolgoztam 8-tól 4-ig, akkor én ott voltam mondjuk délután 4-től este 10-ig, és segítettem megoldani az ügyeiket, segítettem a papírmunkáikat megcsinálni, és igazából így beloptam magamat a szívükbe. Jött a teszt, és az én tesztem 93%-os lett. Utána a következő ember, nagyon sokan teszteltünk egyébként, a következő ember, aki amerikai volt, ő neki 37%-os lett a teszte, és utána mindenki más. Tényleg olyan kemény az amerikai rendőr kiképzés, mire nyomozóvá válsz? Hiszen ugye azt hallottuk, illetve halljuk, hogy azért van olyan nagy tisztelete az amerikai rendőröknek, mert egyfelől ugye olyan kemények, és másfelől pedig olyan képzettek. A képzettség az... A kiképzés nagyon kemény. Tehát nekem nagyon nagy szerencsém volt a karate múltam miatt, mert... Kivételeztek veled? Nem. Abszolút nem. Sőt, nekem volt egy olyan is, hogy nekem pont a rendőrakadémia alatt volt az, hogy ez egy szomorú történet, meghalt a kisfiam, és akkor pont azt hiszem, egy ilyen 7 mérföldes körünk volt, ezt lefutottuk, végig zokogtam az egészet, utána bementünk a tornaterembe, és egy olyan feladatot kellett csinálnunk, hogy felöltöztek gumiruhába a kiképzők, és akkor nekünk ezzel azt hiszem viperának hívják, azt hiszem otthon, és a viperába kellett ütni őket, mint hogyha egy ilyen nagyon nagy tömegben lennénk, és ők ránk támadnak. És akkor ez egy ilyen egyperces feladat volt, de miután tudták, hogy én nagyon kész vagyok, azt akarták, hogy egy kicsit
kiadjam magamból a feszültséget, én velem ezt 2 percig csináltatták. És amikor vége lett a 2 percnek, akkor utána elfáradtam, és így ledöltem, ráraktam a 2 kezemet a 2 térdemre, és az egyik oktató odajött hozzám, fejbevert hátul, és azt mondta, hogy mindenkinek van rossz napja. És akkor így kicsit elvesztettem a fejemet, és így ledobtam a viperát, elindultam felé, és lefolytottam a kiképzőt. Nem teljesen, de már befogtam, és rohantak oda hozzám a többiek, és szedtek le róla, és akkor azt hittem, hogy itt vége van, mert azt hittem, hogy ki fognak dobni engem az akadémiáról is. Mi történt? Másnap a kiképző nem volt ott. Tehát ő volt gyakorlatilag a tapintatlan. Tehát nem, így van, nem várom azt el, hogy kivételezzem velem azért, mert ez történt, de ne legyél bunkó. Így van. Tehát ez nem egy rossz nap volt, hanem egy nagyon rossz nap. Mitől lesznek olyan kemények az amerikai rendőrök, vagy ez miért tisztelik? Mert ugye én azt látom, hogy itt mindegy, hogy ki vagy milyen sztár, itt egy pillanat alatt, ha a rendőr úgy van és úgy jön, akkor kivág a kocsiból. Mindegy az, hogy kismama vagy, sztár vagy ki vagy, be kell tartani a szabályt, és ezt az emberek tudják is. Én amikor idejöttem és letettem a jogosítványt, akkor mondták, hogy a igazoltatásra mindig tegyem fel a kezemet, ne hadonásztak. Ez így van. Na most ugye láttam sok esetben itt, hogy ugye vannak, hogy mit tudom, lelőttek embereket, stb. De hát azok az emberek, láttam videó, össze-vissza hadonásztak, zsebbe nyúlnak. Tehát egy amerikai kapásból tudja azt, hogy nem hadonászunk, mert itt a rendőr, ha úgy van, lelő. Ez így van. Mert védi magát. Ha én tudom idegenként, akkor ők miért nem tudják? Mert ők azt hiszik, hogy nekik minden szabad, és nekik minden meg van engedve. Ők azt hiszik, hogy azért születtek meg erre a földre, vagy erre a világra, hogy... Hát most bocsánat a franciámért, de hogy ez a világ kínálja a popsiokat. Mm. És nekik csak a megszületés volt nehéz. Véleményeiként, hogy amikor látunk ilyen, és nem a rendőröket védve, mert semmi oldalon nem állok, de elképzelhető, hogy amikor látunk ilyen eseteket, akkor mi nem látjuk az egész filmet, hanem a média, aminek én is részese vagyok, kiragad egy-egy részt, és csak azt mutatja be. Ezzel lehet ugye embereket ide vagy oda hangolni. Ti a nyomozók ezt hogy tudjátok feldolgozni, hogy sokszor a média úgymond ellenetek dolgozik? Az a baj, hogy tehát nem minden város van felszerelve kamerákkal. Tudom, hogy például Los Angeles fel van, mi is fel vagyunk Albuquerque-ben, és ilyenkor beszedik a kameráinkat. Tehát mi nem adhatjuk ki a kamerát, hanem beszedik a kameránkat, a média kikéri azt a kamera. És anyagot. Ezt megkapja a média? Persze. Ezt megkaphatja a média, ez így van, és aztán ők összevágják maguknak, és ők kiadják úgy, hogy bebizonyítsák azt, amelyik éppen nekik jó. Tehát hogyha azt akarják, hogy mondjuk ez egy fehér rendőr, vagy egy fekete rendőr, vagy teljesen mindegy, most rasszizmustól függetlenül, vagy nem függetlenül, hogyha éppen most a mai világban utálni kell a fehér rendőröket, akkor úgy fogják összevágni, hogy a fehér rendőr mindent rosszul csinált, és hogy szegény másik ember, akit a rendőr bántalmazott. Hogyha éppen isteníteni akarják azt a rendőrt, mert mondjuk valakinek a valakije, akkor úgy fogják összevágni, hogy ő mindent jól csinál. És lehet, hogy ugyanaz az ügy volt. Azért jó lenne az egész filmet látni egy-egy ilyen bejátszásból, hogy valójában mi történt egyes ugye, eseteknél. De ez azért veszélyes, amit a média művel egyébként, mert ezzel olyan indulatokat tud generálni, amiből sokkal nagyobb bajok lehetnek egyébként. Volt már itt Los Angelesben, hogy lángolt fél Los Angeles, és ugye hát nyilván mi nézők nem tudjuk, hogy mi az igazság. Az igazság, hogy mindenki úgy csinál mindent, ahogy ők akarják, de például a rendőrség is. Én amikor, például az FBI-nak a SWAT Task Force-ába voltam benne, és az azt jelenti, hogy volt nálunk egy terrorista ott Albuquerque-be, és akkor kiválasztják azokat az embereket, akikre azt gondolják, hogy éppen erre a feladatra jó lenne, és akkor az FBI SWAT engem is kiválasztott, elmentünk, hogy kiszedjük ezt az embert, ki is szedtük az embert, soha nem hallottál róla. Soha nem volt benne a médiában. Hiába kérik ki a média ezt az anyagot, nem kapják meg ezt a kamera felvételt, nem kapják meg azt, hogy a K9-es szanaszít harapta az ember, ezeket nem kapják meg. Uh-huh. Tehát ők döntik el, hogy mi az, amit ki akarnak adni, és mi az, amit nem akarnak kiadni. Osszuk már akkor a rendőri nyomozói karrieredet ugye mondjuk 3 részre. Ugye először voltál, mint nyomozó, utána lettél, ha jól tudom, mint SWAT-os, és utána pedig ugye foglalkoztál korrupcióval is. Hogyha erről egy... Nem egészen, de akkor meséld ezt, hogy is van pontosan. Először sima nyomozó voltam, azóta nevünk, hogy Impact. Az Impact az azt jelenti, hogy mit csináltuk az összes betörést, mit csináltuk a rablásokat, mit csináltuk attól függ, hogy milyen fajta volt a gyilkosság, de mit csináltuk a gyilkosságokat. Meg voltak kisebb ilyen sikkasztási ügyek, amikkel még mi foglalkoztunk. Azon kívül, tehát utána én együtt dolgoztam a SWAT-tal, igen, egy pár éven keresztül,
és utána aztán voltam beépített ember is, akkor volt olyan, amikor a DJ-nek voltam a csapat, a Task Force csapatában. Na, először írtál meg, milyen az, hogy beépített ember? Hát a beépített ember az az volt, hogy ilyenkor mondták, hogy próbáljak akcentussal beszélni, elkezdtem akcentussal beszélni, és akkor én egy ilyen orosz cserediákot játszottam, aki kábítószert vett. De ez nem veszélyes? Ma a filmekben ugye ebben hát nagyon nagy a veszély és a rizikó, hogy ha rájönnek, lebuksz, akkor ugye az életedre játszol. Ez valóban úgy van a valóságban is? Ez valóban így volt. Ez a konkrét eset, ez például lövöldözéssel végződött, amikor én vettem ezt a kis drogot. Említed a lövöldözést egyébként, hogy sokszor volt az életedben azt, hogy ugye lövöldözésbe keveredtetek, vagy neked is lőnöd kellett, és téged akartak megölni, vagy nektek kellett ugye magatokat megvédeni. Sajnos volt ilyen többször is. Többször is volt ilyen? Három olyan konkrét van, amikor muszáj volt lőnöm. Volt olyan, hogy hát többször lőttek ránk, de nem mindig lőttünk vissza, mert mondjuk nem tudtuk, hogy honnan jön a lövés. De akkor csak a szerencsém volt, hogy életben maradtatok, nem? De. Atya úristen. De. És ilyenkor természetesen ugye rajtatok van a mellény, stb., de hát persze, mondjuk a fejlövés ellen nem véd meg. Ilyenkor hogy indulsz egyébként? Minden nap hogy indult el munkába, hogy lehet, hogy este nem érsz haza, mert nem. Mondjuk valaki bekattan és lövöldöz? És ezért kemény a rendőrakadémia, nem. Én mindig úgy indultam el munkába, hogy én hazajövök. Tehát ez a motto. Tehát tök mindegy, hogy mi történik, hazamész. A nap végén hazamész. De sokan meg úgy vannak vele, hogy sajnos nem érnek haza. Volt olyan kollégád egyébként, aki nem ért haza, és mondjuk ilyen, tényleg, mint a filmes jelenetekbe vett részt, és ezáltal meghalt? Vagy elhunyt, mondhatjuk. Volt. Olyankor azt hogy dolgozott föl? Ezt nem tudtam még mindig feldolgozni. Tehát nem lehet ugye ezt feldolgozni. És amikor te lősz, akkor azt hogy dolgozod föl? Tehát benned van, hogy esetleg ugye ezzel akár embert ölhetsz. Nyilvánvaló benned van az, hogy viszont magadat véded. De ezt erre lelkileg hogyan készítik föl az ember például, amíg oda jut, ahol te eljutottál? Az, hogy lőj vissza? Hát nem azt, hanem, hogy amikor benne vagytok mondjuk egy ilyen akcióba, akkor ugye el kell döntened, hogy mondjuk te is használod a fegyveredet, na de akkor ugye benne van a rizikó, hogy hát vagy téged ölnek meg, vagy ugye neked telősz le valakit. Így van, ez sajnos benne van. Vannak olyan lépések, amiket meg kell, hogy várjunk ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy nekünk elő kell venni a fegyvert. Tehát, hogyha tudom azt, hogy ökölbe fogja a kezét, vagy elkezdi vicsorítani a fogát, vagy elkezd mozogni, vagy felvesz egy ilyen küzdőtartást, akkor tudom azt, hogy például nem használhatok még fegyvert, ez egyértelmű. De ha már kés van a kezébe, bármi olyan eszköz van a kezébe, amivel olyan kárt tud bennem tenni, hogy esetleg nem élhetem túl, ez lehet egy baseballütő, ez lehet egy csavarhúzó, ez lehet egy akármi, amivel megtudték egy kalapács, akkor le lehet lőni. Hogyan lehet felkészíteni, hogy eldöntsd pár másodperc alatt ugye a szituációt, hogy neked most életveszélyes a szituáció és lőnöd kell, vagy ha nem cselekszel pár másodperc, akkor kinyírnak. Ez ilyen pszichológiai felkészítés alatt zajlik, vagy hogyan zajlik ez? Tehát egyébként igen, hogy mondjam ezt, hogy amikor a rendőr akadémián vagy, tehát nem kell, hogy nyomozó legyél ahhoz, hogy erre felkészítsenek, már a rendőr akadémián ez beléd verik. És rengeteg olyan gyakorlatunk van. Útad gyakorlatok, aha. Ó, persze, rengeteg gyakorlat van, amikor vagy, hát igazából ez nem ilyen, olyasmi, mint egy paintball pisztoly, de nem, de rendes pisztoly formája van, rendes golyót teszel bele, de nem tudom, ez azt hiszem, itt úgy hívják, hogy simulation. És ez olyan, hogy ugyanúgy lősz vele, és akkor ilyen piros vagy kék foltot teszel a ruhádra. Az eléggé cheap, tehát hogyha meglőnek vele, azt érzed. És akkor ebben gyakorlatilag ilyen kiemelkedő eredményt kell elérned, hogy mondjuk, nyomozó leesél? Nem, vagy... a nyomozás az attól függ, tehát csak akkor léphetsz előrébb, hogyha az addigi rendőri pályafutásod az olyan, hogy látják azt, hogy te akarsz, látják azt, hogy te tudsz, látják azt, hogy te tényleg segíteni akarsz az embereken, és utána pedig van egy írásbeli teszt és egy szóbeli teszt. És az viszont rengeteg tanulással jár, tehát ott nagyon sokat kell tanulni ezekre a tesztekre. Az írásbeli is hiszem 35 kérdés volt, a szóbeli 13. Szóval ezért olyan magabiztosak itt az amerikai nyomozók, mert rengeteget tanultak. János, én amikor elmondom neki, és az egyik legjobb érzés egyébként, szerintem a hollywoodi celebritik érzik így magukat, mert képzeld el azt, hogy mondjuk volt egy gyilkosság, és pont én voltam a... Na ez egy jó kérdés most, ezt újra elkezdem, mert
Tehát minden héten mindig más nyomozót van 24 órás szolgálatban. Attól függetlenül, hogy hazamegy, bármikor felhívhatják. Uh-huh. És pont én voltam ebben a szolgálatban, és akkor kihívnak, és képzeld el azt, hogy odamész, így fogod, így előveszed, mert akkor tudod, egy ilyen kis láncon van, uh-huh, a jelvényünk, kiveszed a jelvényedet, odamész, felemed a sárga kordon ragasztót, átmész alatta. Mint a filmek. Tovább mész, és tök mindegy, hogy ott van a polgármester, tök mindegy, hogy ott van a rendőrfőkapitány, tök mindegy, hogy a média ott van, tök mindegy, hogy ki van ott. Uh-huh. Te azt mondod, polgármester úr, maga oda megy. Uh-huh. Rendőrfőnök úr, maga oda megy, te ezt csinálod, te azt csinálod, és levezényled azt, hogy egy ilyen gyilkosság mondjuk hogy megy végig. Uh-huh. És mindenki azt nézi, hogy te mit csinálsz. Ezt tudod, hogy milyen érzés? Ez hát borzasztó érzés, hogy ott van egy gyilkosság miatt, de igen, maga az érzés az, hogy te tudod, hogy mit kell, hogy csináljál, és aztán elkapod a tettest. Hát az pedig a legnagyobb gond. Ez fantasztikus. Ha most említetted ezt egyébként, de kíváncsi is lennék, és csináljuk már azt, hogy ugye elsőként ugye voltál nyomozó, hogy abból kiemelnél egy legemlékezetesebb, mondjuk, nem tudom, így mondjuk, hogy ügyeret, utána a szvatos időből is kiemelni egyet, és a végén pedig a korrupciós dolgokból is egyet. Jó. Ki lehetne emelni, akkor ezt mesél már nekünk akkor. Hát mi nyomozó rengeteg, tehát nagyon sok ügyet megoldott. De mi az, ami benne beégett neked örökre? Mert mindenkinek a szakmában vannak olyan dolgok, egy orvosnak is a műtét alatt. Oké, okay. Volt egy olyan betörési sorozat, ahol elkapta a tettest, és azért kaptam el, teljesen véletlenül kaptam el a tettest. Azt hiszem, hogy 33 vagy 37 betörést csinált ez a srác, ez egy mexikói fiú, uh-huh, volt, és mindig más autóval ment, de érdekesen a rendszám mindig ugyanaz volt rajta. Uh-huh. Csak valamelyik ilyen betörésnél az utca be volt kamerázva, és ő ezt nem tudta. Uh-huh. Én nem láttam soha az arcát, viszont volt egy szemtanú, aki egyszer látta az arcát. Megkaptam a rendszámtáblát, tudtam nézni, igaz, hogy mindig más autón volt rajta, vissza tudtam kerestetni, visszavezettem, hogy körülbelül, tehát pont, hogy hol vette esetleg az autót, vagy hol lakik ez az ember, mi a telefonszáma, stb. Na mindegy, ott megcsináltam a nyomozást, összeraktam a képeket, és eljutottam egy helyre. És amikor eljutottam egy helyre, akkor én csináltam fényképeket erről a srácról. Megcsináltam a fényképeket, elvittem a szemtanúnak, és megkérdeztem, hogy... És akkor csináltam egy ilyet, hogy leteszel 6 képet, és akkor hogy a 6 kép közül válassza ki, hogy ott van az az ember. És miután ő kiválasztotta azt az embert, ezért tudtam, hogy oké, akkor ő a tettesem. És akkor szépen ott bementünk a SWAT-tal, kikaptuk a srácot, és mondtam neki, hogy figyelj ide, vagy elmondod nekem azt, hogy te voltál ez, vagy pedig egyesével fogom rád rakni ezeket a betöréseket, ami azt jelenti, hogy egy betörésért kapsz körülbelül 3-5 évet, attól függően, hogy mit loptál el. Na most, ha az egészet becsomagolom és odaadom az ügyésznek, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy oké, kapsz 7 évet. De mondom, ha nem az egészet, ha ezt nem így csinálom, hanem úgy csinálom, hogy egyet beadok, leültetnek 3 évre. Mielőtt kijönnél, be fogom adni a következőt. Van 37 ilyen ügyet, szerinted mennyit fogsz ülni? Uh-huh. Körülbelül 90 évet. De mondom, figyelj, neked van most egy éves kisfiad. Az azt jelenti, hogy te 90 évig nem fogod látni a gyerekedet. Uh-huh. Mondom, ha viszont ezt beismered nekem, hogy ezt mindent te csináltad, és persze bizonyíték, tehát csak olyat tudtam mondani neki, hogy ismerje be, amire volt bizonyítékom, hogy ő volt. Persze. Mert utána bementünk a házába persze, aztán eljutottunk egy ilyen másik unitjába, és ott voltak az áruk, amiket ellopott mindenhonnan. Uh-huh. Tehát mindegyiket be tudtuk bizonyítani, hogy honnan jöttek. És na mindegy, ez lett az egésznek a lényege, hogy bement a börtönbe, és azt hiszem, akkor nem volt talán, nem akarok neked butaságot mondani, 3 napot egy ilyen előzetes letartóztatásban, és abban a pillanatban felkeresett az FBI, hogy hallott, hogy én elkaptam ezt a srácot, és mondom, igen, elkaptam, azt mondja, hogy figyelj ide, van egy nagyon komoly probléma a börtönben, ugyanis az egyik őrnagy ellen a Sinaloa, nem tudom pontosan melyik maffia, lehet, hogy nem a Sinaloa kártel volt, hanem egy másik, de az egyik mexikói kártel elrendelt egy gyilkosságot. Uh-huh. És akkor
így az FBI-jel elkezdtem együtt dolgozni, és akkor megbeszéltük az én. Tehát így nekem besúgom lett ez a srác, és akkor megbeszéltük, hogy figyelj ide, ezt te fogod megvenni, ezt a, uh-huh. ezt a gyilkosságot idézőjelben, hogy majd neked kell ezt az embert kinyírnod. Uh-huh. És neki az volt a dolga, hogy ezt vegye meg, ezt a gyilkosságot, és akkor így elkaptuk az egész kartel csoportot bent a börtönbe. Akkor az tényleg úgy, mint a filmben, tehát, vagy gyakorlatilag úgymond eladják magukat, mit tudom én, besugók lesznek, így van, és így van. Akkor ezáltal jobban járnak gyakorlatilag. Csak tudod, ilyenkor mérlegelni kell, hogy oké, miért többet? Először is fizikailag senkiben nem tett kárt ez a srác, uh-huh, uh-huh. hanem oké, betörte az ajtót, vagy be se törte az ajtót pontosabban, hanem uh-huh. bemászott az ablakon, vagy kinyitotta uh-huh. valahogy, ellopott dolgokat, persze több tízezer dolláros kárt csinált. De nem volt olyan súlyos. De az mégse az, mint hogy megölnek valakit. Igen. És akkor kellett mérlegelni, és akkor az FBI volt az, aki adott neki egy ilyet, hogy figyelj ide, ha ezt az egészet megcsinálod nekünk, akkor kapsz 10 hónap felfüggesztettet, vagy valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan, mi volt. És megkapod a 10 hónap felfüggesztettet, és utána hazamehetsz a fiathoz. Utána persze próbaidő leszel, utólag, azt hiszem 5 év próbaidő, de nem leszel börtönbe többet. Olyan esetet volt, hogy szemtől szembe voltál mondjuk egy gyilkossal, vagy egy olyan emberrel, aki akár képes lett volna téged megölni? Volt. Többször is. És ebből melyik a legemlékezetesebb? Tényleg ilyen kegyetlenek, mint a filmekben? Volt egy srác, aki nem bath salt, hanem azt hiszem ezen a krokodil drogon volt, nem? Vagy nem is tudom már pontosan, hogy mit állapítottak meg nála, és ő támadt nekem egy késsel. Azért mentünk oda, mert letartóztatási parancs volt ellene, és hárman mentünk oda, és kijött oldalt, ki akart menekülni, én voltam hátul, ki akart menekülni, kikapta elő a kést, amikor meglátott engem, és elindult felém. Elővettem a pisztolyomat, ordítottam rá, és tudom, amikor a végén már csak kifújt a levegőt, hogy hát ez van, és utána meghúzod a ravaszt. Hát nem ez történt, hála Istennek, hanem amikor már kifújtam a levegőt, és én majdnem így lesütöttem a szemem, persze nem sütöd le a szemed, mert nézed, akkor a másik két rendőr kiugrott és ráugrott, közben a pitbullja kimenekült, a pitbull engem térden harapott, nem tudtam, hogy most lelőjem vagy megtézeljem, úgyhogy inkább megtézeltem a kutyát, és utána hárman úgy verekedtünk ez a körülbelül 160 centis ember ellen, olyan ereje volt ezektől a drogoktól, hogy hárman alig tudtuk az egyik kezét hozzábilincselni a rendőrautóhoz. És közben ez vicces volt, mert amikor lefújtuk őt peppers, ezzel a gáspré otthon, ezzel a gáspré, persze minket is lefújtak, de ilyen paprika van. Tudod, és úgy verekedtünk, hogy a taknyunk nyálunk összefolyt, és már sírtunk, és alig láttunk, és nagy nehezen egy kezet oda tudtunk végre bilincselni a rendőrautóhoz. Én meg közben vérmérgezést kaptam ettől a harapástól, úgyhogy kórházban voltam. Nem tudom hány tetanusztattak, illetve egy tetanusztattak, és nem tudom hány másik fajta injekciót nekem, és akkor ilyen 24 órás monitor alatt álltam, nézték egyfolytában, mert a kék csík az már elindult a lábamba, úgyhogy érdekes volt. Amikor elindul a kék csík a lábadba, akkor nem gondolkozol olyan, hogy megérte egyáltalán, hogy rendőr legyél, nyomozó legyél? Nem gondolkozik az ember? Most nekem megérte, mert én segíteni akartam az embereken. Igen, csak amikor úgy lebeg, hogy esetleg meghalsz, akkor nem jár az embernek az agya ilyenek? Nem, valahogy nem. Uh-huh. És akkor szerintem kanyarodjunk is a SWAT-os időkre. Onnan, ha tudnál nekünk valami, ugye a SWAT az a magyar krimi nézők szemével, ugye ez egy nagyon nagy dolog, és hogy láttuk ugye rengeteg filmben, onnan tudnál neki emelni valami, ami úgy emlékezetes? Volt egy nagyon-nagyon kemény volt. Én voltam a Preacher, ami azt jelenti, hogy az én kezemben volt ez a nagy durumtól, hogy így betöröd az ajtót. És akkor elkezdtem visszaszámolni, hogy 3-2-1, és mielőtt betörtem volna, álljunk meg, valami nem stimmel. És így felállt a nyakamon a szőr, és mondom, itt nagyon nagy probléma lesz, és mondom, adjátok ide a pajzsot. És miután én voltam a Breacher, az azt jelenti, hogy itt úgy mondják, hogy you're on point. A point az azt jelenti, hogy nem te vagy a vezetője a SWAT-nak, de te vezeted be a SWAT-ot, és akkor utána mindenki szépen utána is. Mennek. Így van. És mondtam, hogy oké, adjátok nekem ide a pajzsot, páncélt, ide adták a páncélt, oldalra kiraktam a kis pisztolyomat, és egy másik srác oldalról betörte az ajtót, és abban a pillanatban itt tudják, hogy AR-15-ös, az AR-15-össel megsorozta a pajzsomat a csávó, de
nem egyet, meg kettőt, hanem szó szerint megsorolsz. Tehát az isteni szerencs, hogy nem téged, hanem a pajzsot kaptál. Ez így van, ez így van. Nem tudom, hogy hányat lőtt, vagy hány golyót lőtt bele, azt tudom, hogy a pajzs így jött hátra, engem fejbe ütött, mert ezt nem tudod megtartani. Olyan erő az a... Igen? Hát persze. Olyan erő van azokban a kis pici golyókban, hogy az olyan félelmetes, főleg úgy, hogy mondjuk 5 méteren belülről lősz, vagy 6 méteren belülről. Na mindegy, a pajzs kiütötte engem, az orrom az elkezdett vérezni, meg elájultam. Szóval bement, kinyitták a srácot, de ez egy ilyen emlékezetes. Hát utána akkor itt viszont itt biztos végig gondoltad azt, hogy atya úristen, meg is hallottál volna, nem? Vagy nem gondolkozik ilyen nyomozó jelenleg? Szerintem nem. Mi laikusok ugye azt gondolnánk, hogy atya úristen, ilyenkor az ember átért, hogy hát ilyen veszély, vagy értve, amikor már nyomozol, ami szakoltatod, hogy ilyen veszélyebben leszel majd, nem? Tudod, hogy mi itt a mondás? Itt az a mondás, hogy amíg a civilek rohannak a problémától, mi rohalunk a probléma felé. Aha. Tehát szerintem az, aki azért megy a rendőrnek, hogy csak pisztolya legyen, meg hatalma legyen, az ott rontotta el. Ne azért. Sőt, akik hatalmi mennek, azok sokan korruptális válnak. Ez így van, ne azért menjél. Aki nem hivatásban menj. Ne azért menjél le rendőrnek, hogyha mit tudom én, hogy ott lehessen rajta a pisztoly. Meg hogy villogszhatsz a jelvénnyel. Így van. Jó, hát nem, most neked megmutattam, de hát nem villog rajta, mondjuk mindig nem, a jelvények pisztoly. De az a jó, a filmekben jó mutatom, amikor van téve, hogy a nyomozóknak a jelvény, igen, ugye itt jó, és az olyan egyfelől tisztelt is parancsol, meg olyan jó mutat. Meg általában ugye a nyomozók többsége jó kiállású srác egyébként. Nyilván a filmekben, nem tudom, valóságban. Valóságban is egyébként. Stramok, ugye edzenek a persze, nyomozók, tehát persze. Nem véletlenül van akkor ez, hogy így vannak. Figyelj már is, utána beszélgettünk ezt, hogyha jól értettem, akkor utána ilyen korrupciós nyomozásokban is részt vettél. Nálam történt egy olyan, hogy diszkriminált ellenem a rendőrség, bocsánat, volt egy társam, aki diszkriminált ellenem azért, mert én nem az Egyesült Államokban születtem. És akkor én ezt szóvá tettem, mert azért álljunk meg a menet. Én nem az az ember vagyok, hogy azt mondják, hogy ugorj, akkor azt mondom, hogy oké, hanem azt mondom, hogy miért. És persze én, és nekem azt mondta, hogy legközelebb, hogyha valakit felvesznek ebbe a nyomozócsoportba, akkor csak amerikai születésű, amerikai lehet, nem pedig úgy, mint te Tamás, aki Magyarországon született és aztán lett amerikai, és neked az angol nem az első, az anyanyelved, hanem mit tudom én, így van, a második nyelved, és én ezt szóvá tettem, sőt, nagyon komolyan szóvá tettem, aztán kiderült, hogy ennek a, ez egy hosszú sztori lesz, ha nem baj, kiderült, hogy ez a nyomozó, ő a tábornokomnak volt a szeretője, és a tábornokomnak pedig a deputy chief, hogy mondjuk ezt pontosan, a rendőrfőkapitány helyettes, vagy uh-huh. alkapitány talán, igen, nem tudom, hogy így van, tehát a rendőrfőkapitány helyettes, annak a családi barátja. Uh-huh. Tehát ez az egész úgy kezdődött el, hogy én belekeveredtem ebbe a diszkriminációba, és akkor én ezt szóvá tettem, ez nem tetszett nekik, és aztán később adtak nekem egy ügyet. Adtak nekem egy olyan ügyet, hogy nyomozzam ki, hogy valaki autóval belement egy másikba, és akibe belementek, ja, és aztán a tettes elrohant onnan, vagy elment onnan az autóval, akibe belementek, utolérte őt a piros lámpánál, és a tettes utána egy pisztolyt fogott a srácra, a másikra, akibe belement. És ez a rosszul sült el, mert én elkezdtem nyomozni, és kinyomoztam, hogy az egyik politikusomnak a fia ez. És akkor én ezt mondtam a főnökömnek, felhívtam ennek a politikusnak a feleségét, pontosabban az anyukáját ennek a srácnak, és amíg én beszéltem az anyukájával, mire befejeztük a beszélgetést, és odamentem az őrmesteremhez, az őrmesterem már tudott az ügyről. Tehát magyarul az azt jelenti, hogy a feleség valószínűleg szólt a politikusnak, a politikus leszólt valahova a rendőrségen belül, mert ezt nem tudom, hogy hova, uh-huh. és ők rögtön leszóltak az én őrmesteremnek, hogy hé. Próbálták rá nyomást? Nem, hogy próbáltak nyomást gyakorolni, engem ez a politikus behívott az irodájába, hogy akkor gyere be és beszéljük meg ezt az ügyet. Csak én persze felvettem a beszélgetést. Tisztára Hollywood. Úgyhogy muszáj voltam felvenni a beszélgetést, mert nem tudom, éreztem, hogy ebből baj lehet. Ez egy bizonyíték. Ez egy bizonyíték, így van. És aztán ez az egész az is addig folytatódott, amíg elvették tőlem az ügyet, mert hogy ez az ügy ez veszélyes lehet az én életemre. Pedig azt gondolnánk, hogy itt ilyen nem történhet meg Amerikában. És akkor elkezdek gondolkodni, hogy miért lenne ez veszélyes az én életemre?
azt, hogy én egy politikusnak a figyelmet... Tehát most nem a polgármesterről beszélek, hanem itt úgy hívják, hogy tanácsos, ezek a councilmen. És mondom, miért lenne ebből nekem bármi probléma? Na mindegy, mondtam, oké, rendben van, vegyétek el tőlem az ügyet, de én megírtam a riportomat, és a riportomba beleírtam... A jelentésedet, igen, mondjam. A jelentésemet, és ebbe beleírtam, hogy ezt is ezt mondták nekem, és ezt én így beadtam. És képzeld el, hogy másnap... azt mondtam, hogy elvették az ügyet tőlem, és másnap az egész eltűnt a rendszerből. Uh-huh. Na most én, amikor megírtam ezt a jelentésemet, én ezt rögtön tovább küldtem az ügyvédemnek. Tehát nyoma volt. Nyoma volt annak, hogy én ezt megírtam, és nyoma volt annak, hogy én ezt tovább küldtem. Uh-huh. Na most itt persze már megint nagyon nagy problémát történt. Nagyon. Mondhatni magadnak rengeteg problémát generáltál azáltal, hogy becsületesen az akartál lejárni. Azáltal, hogy megpróbáltam megoldani egy ügyet. Így van. Hát mi történt később? Akkor már éreztem azt, hogy az őrmesterem az elkezd rám szállni. És volt egy másik ügy, egy másik nyomozó csinálta ezt, próbálta megoldani ezt az ügyet, és mondtam neki, hogy figyelj ide, én azt, akit ti testesnek hívtok, én ezt a srácot ismerem. Együtt jártunk a rendőrakadémiára, csak neki elszakadt az Achillesze, és ezért ki kellett, hogy essen az akadémiáról. És a srác elment dolgozni a Comcast-nek, ami otthon egy ilyen, azt hiszem, hogy ezek tudok, hogy ezeket a ilyen parabola antennákat, meg kábeltévéket, meg ilyeneket csinálnak. És kiderült, hogy ez egy orvosi rendelő volt, egy ilyen fogorvosi rendelő, amit kiraboltak, de a tévét nem vitték el, és a tévén megtalálták az új lenyomatát az én nagyon jó haveromnak. Uh-huh. És rögtön körözési parancsot akartak kiadni ellen, és mondom, álljatok már meg egy picit. Mondom, a Comcast-nél dolgozik ez a srác, mondom, miért nem hívjuk fel, itt előttetek fel tudom hívni, beszéljünk vele, kérdezzük meg, hogy mi újság van. Uh-huh. Mert mondom, hogyha most ő is a tettes, akkor is el tudjátok kapni, ha nem ő a tettes, akkor meg csak problémát csináltok magatoknak, mert ebből egy nagyon nagy ilyen bírósági eljárás lesz. És felhívtam a srácot, ott a nyomozó előtt, kihangosítottam, leraktam a telefont az asztalra, és kérdeztük tőle, hogy szia, mit tudom én, emlékszel erre és erre a helyre, dolgoztál-e valaha ezen és ezen a helyen, és kiderült, hogy egy nappal azelőtt, hogy betörtek arra a helyre, akkor szerelte be a kábeltévét. Uh-huh. És erről persze bizonyíték volt, papírok voltak, minden persze, volt. Persze, műszabot volt. Na most képzeld el, hogy mi történt, hogy ez a nyomozó odament az őrmesterhez, elmesélte, hogy mi történt, én is odamentem az őrmesterhez, elmeséltem, hogy mi történt. Ugyanazt mondtuk el mind a ketten, és az őrmester egyszer csak odajön hozzám, és mint a filmekben, Tamás, szeretném a pisztolyodat és a jelvényedet. És mondom, mi van? Szeretném a pisztolyodat és a jelvényedet azért, mert te egy tettesnek elmondtad azt, hogy mi el akarjuk őt kapni. Nem viccelek, ezt mondta, és elvették a pisztolyodat, és tényleg elő kellett tenni a jelvényt, elő kellett tenni a pisztolyt, és le kellett tenni az asztalra, odaadtam neki, összepakoltam a cuccaimat, és mentem haza. És mondom, ezt nem hiszem el, rögtön hívtam az ügyvédemet, röhögött rajta az ügyvédem. Sima ügy. Persze, hogy sima ügy volt, egyszerűen csak ki akartak találni a hülyeséget. Attól függetlenül 4 hónapig tartott. Hű. 4 hónapig tartott. Bürokrácia útvesztőjében. Igen, és aztán odajött, illetve behívott a rendőrfőkapitány magához, és odaadtunk neki minden papírt, mindent bebizonyítottunk. Uh-huh. Bocsánatot kért tőlem, visszaadta a jelvényemet, visszaadta a pisztolyomat, és mondta, hogy kerüljem el ezt és ezt a kapitány helyettest, mert hogy rám van szálva azért, mert ő a családi barátja volt annak a tábornoknak, akinek a szeretője diszkriminált ellenem. Így van. Hát akkor nem csak a sajnos a filmek. Tehát azért kellett, hogy ezt látunk, az egész sztorit elmeséljem, hogy így lássad az egész kört, hogy igazából miről van szó. Hát így lett teljes, mint hogy a filmekben is, ugye, amiket nézünk, amerikai krimiket, ott is ugye így lesz teljes. Mi volt a legtragikusabb dolog, amit láttál az itteni nyomozói munkád alkalmával? Szitálvá lőttek, vagy lefejeznek, vagy bármi, hogy volt a pályafutásod alatt bármilyen? Az első hullám, amit láttam, kihívtak egy... mert hogy hallottak egy valamilyen fajta fegyver durranást, és én, hát akkor tudják, hogy Rocky rendőr, tehát zöldfülű voltam, és én mentem ki, ez egy pincehelységben volt ez a, tehát elvileg onnan hallották ezt a durranást, és lemegyek a pincehelységbe,
és tudod, hogy a pisztoly a kezedben van, és akkor itt úgy mondják, hogy cutting the pie, az azt jelenti, hogy mindig egy picit kijebb lépsz, uh-huh. és akkor lépsz, és nézel, és így mész körbe a sarkon körül, hogy nehogy uh-huh. valaki esetleg ott legyen, és esetleg rád lőjön. Na mindegy, csinálom, és látom, hogy ott látok valamit, hogy valami ott van. És akkor nézem tovább, és így nézem, és így nézem, és nem értem, hogy most mit látok, mert azt láttam, hogy valaki így ült, egy ilyen shotgun, ez a pumpás puska, uh-huh. ez így ide volt itt támasztva, de itt nem volt semmi nyaktól felfele, csak itt volt egy pici, itt hátra uh-huh. a tarkójánál. És a szeme a falról így néz rám. És a vér, az agy, a minden, amit tudsz, az ott van a falon mögötte. Hát akkor és így állok, és nézem, és mondom, atya, most nem értem, hogy mit látok. Mondom, ez tényleg mint egy film, ez nagyon durva. És persze most röhögök, és ez így gáz, nem azért röhögök, mert vicces. De akkor mennyi időt dolgoztad fel, akkor utána? Hú, nem tudom. Gondolom, nem úgy volt, hogy másnap mentébe és már elfejtetted, hanem ez úgy... Miután az volt az első, ez nagyon-nagyon megütött ez a szituáció. Utána meg rengeteg hullát láttam, tehát mindig megüt egy hullának a látványa, de ez nagyon-nagyon durva volt. A másik az pedig nagyon durva volt, amikor volt egy, nem tudom hány éves lehetett a kisrác, de a heroinos tű még kiállt az a karjából, és még azt hiszem egy pár szót talán tudtunk beszélni, és akkor így néz rám, és látom, hogy könnyezik a szeme, és én is... Lehetileg nehéz ez. És ott halt meg a kezeim között. Hát akkor ez is beégett örökre a memóriádba. Amiket így elmeséltél most egyébként, ugye hát ez tiszta Hollywood mondhatnánk, de neked is van is közel egyébként maga a Hollywood és filmezés, erről is egy kicsit beszéljünk, egy kicsit lazább téma, hogy ugye nemrégiben például megnyertél egy filmfesztivált, és ugye közben te filmes lettél, producer, maga ugye színész is vagy, hogy erről egy kicsit mesélj már nekünk, hogy képbe legyünk ez ügyben is. Igazából ez is a karatéval kezdődött, mert 15-16 éves lehettem, lehet 14, nem emlékszem már rá. És pont a magyar karate bajnokságnak a döntőjére készültem, és miután megnyertem a magyar bajnokságot, utána oda jött hozzám egy ilyen ügynökszerűség, hogy tudod, hogy te nem azért verekszel, hogy nyerjél? És akkor mondom neki, hogy ezt mi az, hogy nem, de mondom, dehogy nem, azért verekszek, hogy nyerjek. Aztán nem, azt mondja, hogy ez úgy néz ki, mint hogy azért verekednél, hogy nevettesd az embereket, hogy entertain them. És akkor én elkezdtem ezen röhögni, hogy mondom, mi az, hogy úgy, és megmutatta a videót, hogy bunyóztam. Uh-huh. Tehát és filmes volt? Nem az, hogy filmes, hanem hogy... Tehát ilyen unorthodox-szerűen verekedtem, hogy küzdöttem, hogy mit, néha röhögtem, néha nem röhögtem, uh-huh. leengedem a kezemet, felteszem a kezemet. Tehát akkor nem annyira komolyan, kezemet. Nem? Nem annyira komolyan. Elképzelhető, hogy az a rendes szó rá, hogy igen, lehetséges, hogy az volt az, ami őt megfogta. De innen indult egyébként az egész. És innen indult, és akkor voltam ilyen kisebb reklámfilmekben, meg táncoltam a Zoltán Erikánál annak idején. És igazából innen indult az egész, utána 97-ben lett a karate világbajnokság Las Vegasba, azt mondtam, azt kijöttem, megnyertem, és akkor igazából miután megkaptam, tehát úgy volt, hogy 97-ben én akkor érettségiztem, márciusban volt a verseny, én pedig azt nyáron valamikor érettségiztem, és nem tudtam akkor még kijönni. Tehát visszamentem Magyarországra, utána elmentem a testnevelési egyetemnek a karate edző szakára, és amikor azt befejeztem, akkor utána kijöttem az Egyesült Államokba, és mondta az Amerikai Karate Szövetség, oké, rendben van, mindjárt visszatérek a színészkedésre, csak ezt el kell, hogy mondjam hozzá. Oké, rendben van, hogy itt vagy, de bizonyítsad be azt, hogy te még mindig tudsz felekedni. Uh-huh. És akkor az egész keleti partot, most ezt nagyképűen fogom mondani, de végigvertem az egész keleti partot, az ottani bajnokságokat uh-huh. megnyertem. Megkaptam a papírokat, és akkor úgy voltam, hogy oké, megvan minden, úgyhogy akkor innentől rá lehet feküdni a színészkedésre. És amikor átköltöztünk, tehát én laktam New Yorkban, ott megismerkedtem a mostani feleségemmel, utána átköltöztünk Los Angelesbe, és Los Angelesben nagyon-nagyon jó barátom, Hujec Lajos egyébként, ő is 6-szoros kickbox világbajnok, uh-huh. és ő mondta nekem azt, hogy Tamás,
azt mondja, hogy nehogy, ne akarjál csak színész lenni, tehát ne színészkedjél csak, azt mondja, hogy legyen előbb egy karriered, mert ha nincsen karriered, akkor egyszer majd csak 50 évesen felébredsz, és azt látod, hogy még mindig egy étteremben vagy, és mondjuk asztalt szedsz le, vagy terítesz meg, miközben próbálod élni az élet, az álmaidat. Na és akkor nekem úgy onnan indult az egész, csináltam rengeteg rövid filmet, egyébként több rövid film is nyert fesztiválokon, utána megcsináltam egy nagy filmet, az a cím, hogy First Target. Az még nincsen kiadva, mert a partneremmel rosszul írtam alá a szerződést, és így sajnos nem tudom megmondani azt, hogy mikor legyen kiadva és mikor ne legyen kiadva. A Santa Fe nemzetközi filmfesztivált megnyertük, igen. Ez két nap alatt leforgattunk egy 10 perces kis rövidfilmet a Lou Ferrigno-val. Uh-huh. Ő volt a Hulk, aki esetleg nem ismerné. És szerintem fantasztikus lett. Szerintem nagyon jó lett. Rengeteg filmfesztiválra bereveztük egyébként, nagyon sokan meg is hívtak minket, csak hát most ez a koronavírus miatt minden el van napolva. Viszont Los Angelesbe is meghívtak minket a Dances with Film filmfesztiválra. Ez mikor lesz? Elvileg augusztus 27 és szeptember 6 között, ami egy nagyon-nagyon komoly filmfesztivál. Ez ugyanott lesz, ahol az Oscar szokott lenni. Az Oscar, hát azon remélem, akkor én is ott leszek és forgatok veletek. Én és is. Akkor zárásként van neked egy, nem is tudom, hogy hobbinak nevezhető, illetve, mert nem hobbi, mert nagyon komoly, hogy rehabos emberekkel ugye foglalkoztok. Igen. Akik igen. Ugye úgymond lecsúsznak, mondhatjuk így, elcsúsznak az élet síkos talaján, hogy erről még egy kicsit zárásként mesél nekünk, mert szerintem ez egy nagyon nemes dolog és nagyon jó. Mint ahogy mondtam is neked, hogy elég sok hullával találkoztam, de az a kisfiú, akiről meséltem neked, el is érzékenyedtem, ő volt az, aki... Tehát minden ilyen problémát, amit látok, elmondok a feleségem. Mm. Nem mindent, bocsánat, nem mindent. Csak amit nem tudok megemészteni egyedül, azokat mindig elmondtam. És sajnos nagyon sok volt a drogos. És ezt is elmeséltem a Timinek, és közben a Timi már elkezdett gondolkodni, hogy hogy lehetne segíteni ezeken az embereken. És utána a Timinek az egyik barátjának a, most nem tudom, hogy a kisfia vagy a kislánya, hát bocsánat, fia vagy lánya, mert talán 20-22 évesek lehettek, meghalt túladagolásban, és akkor ezt a kettőt így összerakta a fejébe, a sztorik, amiket én mesélek, meg az, amit ő hallott, meg látott, meg ami az ismerősével történt, és igazából így pattant ki az ő fejéből, hogy akkor miért nem csináljunk egy ilyen drog és elvonó kúrát, egy drog és elvonó intézetet, ahova embereket be tudunk hozni és tudunk nekik segíteni. Tehát tényleg arról van szó, hogy segítsünk az embereken, és nem is tudom neked elmondani, hogy február óta azt hiszem, hogy segítettünk talán 70 emberen. Tavaly február óta, tehát több mint egy év alatt körülbelül. Jó, most ez nem egy nagy kórház, tehát képzelj egy ilyen 8-10 ágyas, 300 négyzetméteres házat, és akkor azon úgy berendezve. Egy emberen is nagyszerű segíteni, illetve nagyon nagy dolog. Így van. Tényleg nem egy emberen segítettek. Nem, így több mint 70-en. Nagyon, nagyon szép dolog egyébként. Sajnos, hogy Los Angeles ugye rengeteg, meg Kalifornia, mint az egész világ most már egyre több a drog, sajnos. Igen. Úgyhogy hát reméljük azért, hogy ez egyszer meg fog fordulni, és valami tisztességesebb világ jön. És merem remélni, hogy akkor az előbb említett filmfesztiválon újra fogok tudni veled beszélgetni. Úgy legyen. Lassan megérkezünk ugye hozzátok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen őszintén beszélgettél egyébként ezekről a dolgokról, de hiszen ez nagyon fontos, hogy tudtam végre veled találkozni, mert szerintem nincs olyan magyar ember, aki nem látott régen amerikai krimiket, és azon nőttünk föl, szoktam mondani, és mindannyiunkat nagyon érdekel ez, hogyan is működik itt az Egyesült Államok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok, hogy én köszönöm. Hogy gyakorlatilag a Kalifornia utcáin vihettelek téged. Egyébként itt is a Sheriff Department-nél dolgoztam, mielőtt Albuquerque-be kerültem volna. Na, akkor meg is érkeztünk, és akkor találkozunk majd a filmfesztiválon. Oké, okay. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Szia.